Na, üdvözletem mindenkinek, én Krisztiánnak, és ebben a videóban folytatni fogjuk Robival a Légy te is jó FIFA játékos sorozatunkat. Ugye ez lesz a második rész, amelyben most egy 10 darab összegyűjtött tippet fogunk elmondani a kezdőknek. Igazából még mindig az a történet, hogyha jönnek a lájkok, stb. Robinak a Facebookos oldalára, amit itt megtaláltak a leírásban, akkor jönni fognak a következő videók is, tehát semmi probléma nincsen ezzel. Rendkívül sok lájk jött össze az előző részre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy természetesen folytatjuk a dolgot. Na de akkor bele is kezdenék. Az első, ne akarjatok csak egy emberrel támadni, nagyon nagy hiba, csak egy játékosra akarod kijátszani az akcióid. A második, türelem a legjobb barátod, felelőtlenül ne szórd el a labdákat, szépen átgondolva építs fel az akcióid. A harmadik, zicserben ne kapkodd el, gondold át, figyeld a kapusnak a mozgását, ha elindul, akkor bizony elég csak szépen mellette eltekerni a rövidbe a labdát. A negyedik, ha az ötös sarkánál vagy, és a kapus a kapu közepén áll, akkor lőd el a rövidbe a labdát, körülbelül 1,5, maximum 2-es csíkig felhúzva. Tuti, hogy gól, mivel bugos ez a történet, és nem ér oda a kapus, de ez csak akkor működik, hogyha a kapus középen áll. Az ötödik, hogy ne akard átemelni a kapust az idei FIFA-ban. Igaz, hogy ez működik, tehát megoldható dolog, de sokkal jobb, hogyha eltolod mellette a labdát, vagy esetleg lepasszolod egy társadnak. A hatodik, hogyha körülvettek az ellenfelek, próbáld meg a legtöbbet kihozni ebből a dologból. Egy szöglet is, konkrétan fél gól, vagy egy szabadrúgás is tökéletes lehet. És igazából ne lőd el vaktában a labdát, tehát hogy most 30-ról megpróbálom, hát hogyha beakad, nagyon nehéz igazából távolról gólt lőni, ugyanis ahhoz már tényleg tudás kell. A hetedik, hogy sose lőd el a labdát a gyengébbik lábával ugye a játékosnak, ha csak nem rendelkezik minimum 4 csillagos gyengébbik lábbal. A nyolcadik, hogy használd a széleket, és ne restelj visszapasszolni a labdákat, tehát igazából ennek az lenne a lényege, hogy ki kell csalogatni az ellenfeled, így megnyílik folyamatosan a terület, ahol lehet ugye támadni. A kilencedik, hogy mindig legyen egy játékosod a középpályán, aki szabad körben játszik, így ő a támadásokban is ugye ő bárhol feltűnhet. A tizedik tipp az az, hogy csak akkor indíts hosszú labdákkal, hogyha kevesen vannak az ellenfélnél hátul, akkor is ezt inkább laposan tedd, ugyanis sokkal hatékonyabb az idei FIFA-ban a lapos labda, és ez sokkal nehezebb levédekezni, mint a magas labdákat. És még egy nagyon fontos védekezési tipp így úgymond plusz egynek, hogy a balravaszt, azt mindenképpen, hogyha védekeztek, azt tartsátok lenyomva, így topogni fog a játékosod, ami megkönnyítheti a szerelést. Na ennyi lett volna most ez a kis videók, egyből fel fogom tölteni a következőt, ugyanis ez egy elég rövid kis epizód lett, ami a 4-3-3-4-es felállásról fog szólni, egyéni taktikával, instructions-szel és minden ilyesmivel, hogy a legjobbat tudjátok kihozni ebből a felállásból is, úgyhogy hamarosan érkezem a következő videóval. Hogyha esetleg tetszett ez a kis tippes dolog, akkor nyomjatok egy lájkot a Facebookos oldalára Robinak, és a videóra is dobjatok egy lájkot, ezzel jelezve, hogy tetszik nektek továbbra is ez a sorozat. És én Krisztián voltam, további szép napot mindenkinek, sziasztok!